imádkozunk. Ezen a ködös szürke reggelen azért dicsőítünk téged, Jézusunk, mert te vagy a világ világossága, és aki téged követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Megvalljuk bűnbánattal, hogy minden sötétségnek, ami bennünk van, az az oka, hogy nem követünk téged, vagy nem követünk úgy, olyan közel, olyan álhatatosan, ahogy tehetnénk. Dicsőítünk azért, hogy lehetővé tetted, hogy a nyomodba szegődjünk, téged kövessünk, veled egészen bensőséges, szoros közösségben éljünk, tőled a mennyek országa ajándékait már itt, ebben a nyomorult földi életben kapjuk, sőt azokat továbbadjuk. Dicsőítünk azért, mert nem csak magadról mondtad, hogy a világ világossága vagy, hanem a tiédről is azt mondtad, hogy ti vagytok a világ világossága. Tégy minket csak ugyanazokká. Szeretnénk most a te világosságodba állni. Lepledd le a te igéznek, szent lelkednek a fénye, mindazt, ami sötét bennünk. Nem magyarázkodunk, nem mentegetőzünk, egészen kitárjuk magunkat előtted. Hozz felszínre, napvilágra mindazt, ami elrejtve van bennünk. Sötét gondolatainkat, indulatainkat vedd el, és add, hogy az az indulat legyen bennünk, amely te benned. Az a szeretet, amellyel te szeretted ezt a világot. Szeretsz minket most is. Így könyörgünk hozzád újra, vérrel pecsételt, szent szerelmedért, irgalmasságot, közöld mi velünk, és tárd ki szíved. Végj be Istenünk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 5. részének 5. verséből olvasom. A reménység nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nékünk. Szabad-e hazudni a szeretetet? Ezt kérdezte valaki nemrégiben, amikor elmondta, hogy mennyire megalomlott a házassága. Én nem gyűlölöm őt, mondotta, csak egyszerűen belefáradtam. Nem tudom már újra kezdeni, nincs erőm hozzá, unom, utálom, terhemre van, nem tudom szeretni. Most maga azt mondja, hogy mégis játszam meg magamat, és tegyek úgy, mintha szeretném. Nem lenne sokkal becsületesebb megmondani neki, hogy elegem van belőled, nem tudlak szeretni. Hiszen ami a szívünkön, az a szánkon. Nem ez a becsületes? Jobb ennél a képmutatás? Szabad-e hazudni a szeretetet? Ne hamarkodjuk el a választ, mert mindenek előtt azt kellene tisztázni, hogy ki mit ért szereteten, meg hazudáson. Nyilvánvaló, hogy nem szabad hazudni a szeretetet. Semmit sem szabad hazudni. A szeretetet, a szerelmet, a házasság előtt végképp, semmi módon nem szabad hazudni. Mi mindenféle divatos vélekedéssel szemben változatlanul valljuk, hogy a házasság két embernek egy életre kötött szövetsége. És ezt a szövetséget csak őszinte, átgondolt és minden következményeivel együtt vállalt döntéssel szabad építeni. Itt tehát nincs helye semmiféle hazugságnak és képmutatásnak. Csak őszintén szabad kimondani a két embernek, Isten és mások előtt, hogy szeretlek. És szeretni akarlak egy életen át, holtomig vagy holtodig. Itt nincs helye a hazugságnak, az megbosszulja magát feltétlenül. Nem szabad szerelmet címlelni, nem szabad egymást áltatni. Őszinte, igaz, szeretet, szerelem, meggyőződés nélkül nem szabad házasságot kötni. Amikor azonban már elhangzott ez a vallomás és fogadalom, akkor annak, aki ezt önként, minden kényszerítés nélkül és felelősen kimondotta, ehhez kell tartania magát. Minden körülmények között. És hogyha másik közben megváltozott,
akkor nyilván sokkal nehezebb szeretni, de akkor is szeretni kell. És hogyha a másik annyit vétett a szerelem a szeretet ellen, hogy ezt már nem lehet elfelejteni a legnagyobb jó indulattal sem, ha egyszerűen a közelléte szenvedést jelent, akkor, ha Isten gyermekéről van szó, el kell kezdenie megtanulni, hogy szenvedjétek el egymást szeretetben. Szeretet és szenvedés éppen úgy összetartozhatnak, mint a szeretet és a gyönyör. Isten igéje alapján azt vizsgáljuk most meg, vajon igaz-e és teljesíthető-e ez a követelmény, hogy Isten gyermekei számára minden helyzetben egyetlen lehetőség van szeretni, tovább szeretni, annak ellenére szeretni. Igaz ez, és megvalósítható ez. Ne dobálózzunk nagy szavakkal, ne kergessünk illúziókat. Isten igéje mit mond erről? Arról a kérdésről, amelyikkel előbb-utóbb mindannyiunknak szembe kell néznünk. Nyilván az a válaszunk, hogy lehetetlen. Ezt megvalósítani lehetetlen. Senki sem tud így szeretni. Ez nyilvánvaló, majd látni fogjuk azt is, hogy miért, viszont éppen itt lesz nyilvánvalóvá az is, hogy mennyivel más az Isten szeretete, mint az, amit mi értünk szeretetet. És nekünk lehetséges Isten szeretetével megtöltekeznünk, és azzal egymást szeretnünk. Ennek az isteni szeretetnek 4 jellemvonását hadd soroljam most el az ige alapján, és utána térjünk majd vissza az eredeti kérdéshez, hogy szabad-e hát hazudni a szeretetet. Arról a szeretetről, amiről a Biblia szól, először is azt kell tudnunk, hogy nem velünk született tulajdonság. A Heidelbergi KT 5. kérdése és felelete ezt mondja, hogy természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátai gyűlölésére. Ez az én természetem. Nekünk az a természetes, hogy mindig hajlandóak vagyunk Isten és fele barátai gyűlölésére. Az ember önmagától úgy, ahogy megszületik, nem tud igazán önzetlenül, tartósan, álhatatosan, ha kell legrosszabb esetben egyoldalúan is szeretni. Nem tud. Ezt jobb tisztázni. A szeretet nem velünk született tulajdonság. A két alapvető emberi kapcsolatban lehet jó tetten élni azt, hogy mennyire nem tudunk mi úgy szeretni, ahogy a Biblia mondja. A szerelemben és a szülőnek a gyermeke iránti szeretetében. A szerelemben végső soron mindenki önmaga kiegészülését, sőt sokszor egyszerűen csak kielégülését várja. Egy testé akar lenni a másikkal azért, hogy önmagát élje át felfokozott mértékben. Ez a nyers igazság, azt kimerjük mondani. És ugyanezt kísért a szülőnek a gyermeke iránti szeretetben, az anya-gyermek kapcsolatban. Ők is egy test voltak valamikor ketten. És a gyermekében önmagát is szereti minden szülő. Sokszor csak önmagát szereti. A maga álmait szeretné valóra váltani a gyermekben. Nem az érdekli, hogy a gyermeknek milyen adottságai vannak, hanem ő neki mit nem sikerült elérnie. Azt kellene a gyermekkel valahogy elérni. Ezért nehéz aztán a függetlenné vált felnőtt gyermeket szeretni, kiváltképpen annak elrablóját, hitvesét, mert a gyermek már ő vele lett egy testé, és nem a szülővel, nem az anyával többé. Tény tehát az, hogy nem tudunk igazán önzetlenül szeretni a másikat a maga más voltában, szabadságában, függetlenségében nem tudjuk igazán szeretni. Akkor és addig megyeget a szeretet, amíg magunkat is szerethetjük a másikban, amíg érdekünk fűződik hozzá, amíg valamilyen százalékban önmagunkat szeretjük. Tisztán a másikat, önmagunktól függetlenül, vagy önmagunk feláldozása árán. Esetleg úgy, hogy ő nem is méltó a szeretetre, senki nem tudja szeretni. A szeretet nem velünk született tulajdonság, az az újjászületett ember tulajdonságnak. A másik, amit tisztán kell látnunk Isten igéje alapján, hogy az a szeretet, amiről a Biblia beszél, sokkal több, mint a rokon szent. Más szót is használ a Szentírás ennek
kifejezésre, csak a magyarban fordítjuk mind a kettőt szeretettel. A rokon szemnek a feltétele a másikban van, a szereteté én bennem. A rokon szemnek nagyon hamar támadhatnak akadályai, és könnyen közömbösséggé válik, vagy esetleg ellenszembe csap át. A szeretet soha. A szeretet akkor is tudja szeretni a másikat, ha az már nem szeret, vagy nem szeretetre méltó, vagy egyenesen ellenséggé vált. Amikor Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. És imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, akkor ez így folytatja, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai. Az Isten fiúság egyik jellemvonása az, hogy az ellenséget is kész vagyok szeretni. Ez nem velem született tulajdonság. Ezt, mint Isten gyermeke kaptam. Ez már isteni tulajdonság. Ebben már az atyához kezdek hasonlítani. Az Isten szeretete töltetik ki a ti szívetekbe, olvasjuk alapigényben, a Szentlélek által. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Ha vagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, ahhoz nem kell Isten gyermekének lenni, hogy azt szeretem, aki engem szeret, meg azért szeretem, mert engem szeret. Vagy azért szeretem, hogy engem szeressen. Ez az Isten fiúság is mérve, hogy az ellenségemet is szeretem. Ez nem rokon szem, ez szeretet. A rokon szemre telik tőled is. Egy ideig. Szeretetlen nem telik. A szeretet mérhetetlenül több, mint a rokon szem. Isten nem a rokon szem vezet velünk, hanem Isten szeretet minket, és az alapigény után következő versben ezt olvassuk. Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Tehát amikor mi még Isten ellenségei voltunk, ő már akkor az ő egyszülött fiát adta értünk. Önmaga feláldozása árán is szeretett minket, akik nem voltunk szeretetre méltóak. Ezt nevezi a Biblia szeretetnek. Amikor kész vagyok a magam feláldozása árán is szeretni a másikat, aki nem szeretetre méltó. A harmadik, amit nagyon világosan látnunk kell, hogy a szeretet parancs. Nem szeretjük mi ezt a szót. Isten igéje ezt mondja, ne kenjük el, ne reszeljük le az éleit. A szeretet parancs. Nem csak érzelem, nem csak valami bátortalan próbálkozás, nem csak egy tiszteletre méltó vállalkozás, és végképpen nem egy lehetőség a többi közül. Isten gyermekei számára a szeretet Jézus parancsa. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Itt nincs mit gondolkodni. A parancson nem lamentálhat az ember. Aki valóban urának fogadta el Jézust, annak a számára Jézus szava parancs. Különösen, ha ő így kezdi, hogy új parancsot adok nektek. Megy, nem megy, velem született, nem született, ez a parancs. A következő kérdés, hogy hogy lehet megvalósítani. De ezen nincs mit vitatkozni. És nincsenek kivételes esetek, és nincsen olyan helyzet, ahol a parancs nem parancs. Új parancsolatot adott néktek, hogy egymást szeressétek, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. És miután ezt valaki komolyan vette, és kellőképpen megrémül attól, hogy nem tudja teljesíteni, akkor juthat el aztán mélyebb vizekre, és akkor élheti át ennek az igének a valóságát, hogy az Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe, a Szentlélek által. Mert nem tudunk ennek a parancsnak eleget tenni. Ez nyilvánvaló. Éppen azok élik ezt át, akik komolyan akarják venni, és engedelmeskedni akarnak neki. De sehol nem állítja a Szentírás, hogy ennek egyedül kell eleget tennünk. Nem emberi teljesítmény a szeretet, hanem mi. Ez a negyedik, amit megtudhatunk az igéből. Ígéret. Jézus közben parancsolja, már ígéri is, és a módját is megmondja annak, hogy hogy lehet teljesíteni ezt a parancsot. Úgy, hogy az Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe, a Szentlélek által, aki adatot nékünk. Aki Jézust befogadta az életébe, az kapta a Szentlélek ajándékát. A Szentlélekkel való találkozás, a lélek befogadása nem valamikor utólag esetleg következik be. Aki Jézust befogadta,
az a Szent Lelket fogadta be. Adatott nékünk, ezt mondja itt az ige. Amikor Krisztust hitáltal befogadtuk, kaptuk a Szent Lélek ajándékát. És ezzel kaptuk a Jézusi természetet, a lélek jelenlétének a következményei, amik között ott van a szeretet is. A szeretet a Krisztusban kapott új életnek a tartalma. Oda tartom az én üres szívemet, és az Isten szeretete beleöntetik, ezt jelenti szó szerint a szó, kitöltetik az én szívembe a Szent Lélek által, akit Krisztussal együtt kaptam, befogadtam, aki adatot nékünk. Ez a szeretet, amivel az ige beszél, a Krisztusban kapott új élet tartalma. Krisztus nélkül senki nem tud szeretni. Ez a szeretet a Krisztussal elkezdett új életnek a gyümölcse. A lélek gyümölcse, ez kettős pont, és akkor jön a 9 felsorolás, köztük első helyen a szeretet. A lélek telmi bennem ezt a gyümölcsöt. Nem magammal akasztott műgyümölcs, hanem organikusan, természetesen termett gyümölcs. Nem az én régi természetem gyümölcse, attól legfőjebb a rokon szent telt. A bennem lakozó szent lélek gyümölcse a szeretet. Az új természetnek természetes velejárója. Aki tehát Krisztus befogadta az életébe, és akiben, ahogy az Efézusi levél mondja, hitáltal lakozik Krisztus, az Isten lelkét is befogadta, és Isten lelke teremni fogja ezt a gyümölcsöt is, ami a szeretet. Nem én szedtem tehát össze magamat. Nem én préseltem ki magamból ezt a teljesítményt, mint hogy szeretem a szeretetre nem méltó fele barátomat vagy ellenségemet is. Krisztust fogadtam be, és Krisztus szeret bennem. Egészen valóságosan ő él bennem, és ő szeret bennem. Éppen ezért az ilyen embert az jellemző, hogy nem is a szeretetért harcol és imádkozik, hanem Krisztust akarja teljesebben befogadni. És ez azt jelenti majd, hogy szeretni is fog. A kegyelmi ajándékokról is azt tanítja a Szentírás, hogy nem azért kell habakoznunk, hogy kapjunk kegyelmi ajándékot. Krisztust kell teljesebben befogadnunk. Ezzel az ő szent lelke elhatalmasodik bennünk, és majd világossá lesz, hogy milyen kegyelmi ajándékot kaptunk, és azt mire kell használnunk. Nem külön a következményért kell harcolnunk, megkerülve az alapot. A szeretetben alapot védén, mondja az Efézusi levélben szintén Pál. Krisztus befogadás. Aztán bízzuk ő rá, hogy milyen ajándékot ad, és hogy mire akar minket használni. De ezért tusakodjunk és könyörögjünk, hogy neki engedelmesebbek legyünk. Hogy ő neki mindent átadjuk. Hogy ő vegye át az uralmat az életünk minden területén. És aztán egyszer majd megjelenik a lélek gyümölcse, ezen a fürdőn a szeretet is, és megjelennek a kegyelmi ajándékok, amiket szolgálatra haszonra adott, és adja bele az áldást is. Az ilyen ember képes aztán önmaga ellenére, mindennek ellenére, áldozatok árán is tartósan szeretni. Ha kell, legrosszabb esetben senkinek ne kívánjuk, de ha kell, még egyoldalúan is tud szeretni. Ahogyan Isten szeretett minket kezdetben, és ahogyan szeret most is sokszor, ha mi szeretetben hívünk el. Hazudni tehát nem szabad a szeretetet. De nem szabad a másik rossz megoldást sem választani, hogy az igazság bajnokainak tüntetjük föl magunkat, és nyíltan megmondjuk a másiknak, nem szeretlek, utállak, terhemel vagy, nem is akarlak már szeretni. Ez sem megoldás. Az igazság önmagában könnyen lehet bűn is. Az igazság fanatikusai nem ismerik a Szentírást. Mert Isten igéje azt mondja, hogy a Krisztus tanítványa az igazságot követi szeretetben. Efézusi levél 4. részében van ez. Az igazságot követvén szeretetben. Itt egyiket sem lehet elhagyni, és nem szabad kijátszani egyiket sem a másik ellen. Az igazságot szeretetben. Tehát ne hazudjam a szeretetet, de nehogy azt higgyem, hogy akkor én helyesen járok el, hogyha az igazat a másik szemébe vágom. Ez, hogy ami a szívemen, az a számon, ez egyáltalán nem elég.
Mél van az a szívedben? Azt vizsgáld. Legyen más a szívedben, és az legyen a szádon. Az igazságot szeretetben. Ez önmagában még semmi, hogy ami a szívemen, az a szádon. Mi van a szívedben? Isten a szívünk tartalmát akarja kicserélni. Ezért mondja ez az ige, hogy az Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe, hogy annak új tartalma legyen. A Szentlélek által, aki adatott nékünk. Nem szabad tehát hazudni a szeretetet, de nem szabad brutálisan sem neki menni a másiknak, és ráönteni az igazságot, hanem mit? Hanem szégyelnünk kell magunkat amiatt, hogyha nem tudjuk szeretni a másikat, és elkérni Istentől ezt a szeretetet, amely kiöntethetik a mi szívünkbe a Szentlélek által. Ne a másikat alázzam meg az igazság nevében azzal, hogy közlöm vele a valóságot, már nem tudlak szeretni. Magamat alázzam meg azzal, hogy bevallom a valóságot, hogy sajnos nem tudok szeretni. És kérjem el Istentől azt a szeretetet, amit ő kínál szemrehányás nélkül mindenkinek, és ami kitöltethet a mi szívünkbe a Szentlélek által. Nem az a helyes megoldás, hogy szeretetlen, gonosz szívem egész sötét tartalmát ráöntöm a másikra. Hanem az, hogy szeretetlen, gonosz szívem sötét tartalmát kiöntöm az Úr elé, és így a szívemet megüresítve elfogadom az Isten szeretetét, amely kiöntetik az én szívembe a Szentlélek által, aki adatot nézünk. Befogadom magát Isten, mert az Isten szeretet. Ez a megoldás. Amikor tehát megzavarodik egy kapcsolat, amikor valaki azt mondja, hogy ez már annyira elromlott, hogy nem lehet újrakezdeni, akkor gondoljuk meg, hogy új szívvel van ilyenkor szükség, és nem új partnerre. Mert az új partnert és a régi gonosz szívvel fogja megközelíteni az ember, és semmit nem old meg. Az Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe, Szentlélek által, aki adatot nékünk. Addig pedig, amíg ez nem történik meg, mégiscsak hazudni kell a szeretetet. És itt most senki félne értse és félne magyarázza ezt a dolgot. Nem úgy kell hazudni, hogy megjátszom magam, mintha szeretnék. Hanem úgy, hogy miközben igyekszem azt mutatni, hogy szeretem, befelé szégyellem magam, és könyörgök ezért az újfajta szeretetért. Hadd mondjak egy egyszerű példát, hogy talán világosabb legyen. Valaki alkalmatlan időben, mondjuk nagyon késő este, bejelentés nélkül beállít és segítséget kér. Két megoldás van. Vagy udvariasan kitesszük, és közöljük vele, hogy jut ilyen eszébe, vagy próbáljuk fegyelmezni magunkat, ahogy mondani szokták, jó képet vágni hozzá. Úgy teszünk, mintha kedvesen fogadnánk, és belül fortyogunk, és átkozódunk. Van egy harmadik lehetőség is. Az, hogy behívom, és csak ugyan fegyelmezem magamat, és igyekszem kedvesen odafigyelni arra, amit mond, és valahogy segíteni rajta. Belül pedig szégyellem magam, hogy ezt nem tudom őszintén csinálni. És könyörgök azért, hogy az Isten szeretete töltessék ki a szívembe a Szentlélek által, és Isten szeretetével tudjam őt ott szeretni. Nos, ilyen formán szabad hazudni a szeretetet. Mert ez sokkal jobb, és ez egyedül célra vezető. Az, hogy kiteszem, ami a szívemben az a számon, az azt jelenti, hogy bevallottam, hogy ilyen vagyok. Semmi közöm Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztus nem alakta ki az emberek szűrét, akik hozzá mennek. Még az imádkozás is abba hagyta, hogyha valaki segítségért lett hozzá. Ez nem Jézusi ellenvonás. Az meg, hogy képmutatóskodom, megint nem. Ismerjük Jézus véleményét a képmutatásról és a képmutatókról. De az, hogy igyekszem kedvesnek maradni, és közben szégyellem magam, hogy ez nem őszinte bennem, és az akarok lenni, és ott közben elkérem az oda szükséges szeretetet, ez a bűnbánó, az alázatos, a krisztusi ember jellemvonása. Elég baj, hogy ott kell elkérnie, és nem volt meg benne előbb is, de még mindig jobb, ha elkéri, és az a szeretet gyógyítani fog, mint hogyha akár keményen visszautasít, akár pedig képmutatóskodik.
ha szabad hazudni a szeretetet, akkor csak ebben az egyetlen formában szabad. Azért és addig hazudom, hogy megkapjam az igazit, és ne kelljen tovább hazudni. Hogy az Isten szeretetével tudjam szeretni a másikat. Aki vállalja ezt a harcot, aki kész erre a maga megalázására, azt fogja átélni ezt, hogy csak ugyan kitöltetik az Isten szeretete a mi szívünkbe, a Szentlélek által, aki adatot nékünk. És hogyha egy kapcsolatnál valóban elviselhetetlenné válik, hogyha csak ugyan igaz az, hogy már nem lehet szeretni egymást, hogy meg lehet tépázni a szeretetet úgy, hogy csak nem életképtelenné válik, akkor mi a feladatunk? Nyilvánvalóan vannak határesetek. Mi képesek vagyunk úgy elrontani dolgokat, kapcsolatokat, egymást, hogy ezt csak ugyan nem tudjuk helyrehozni. Isten igéjének az élét azonban itt se vegyük el. Isten igéje azt mondja, hogy minden esetben feltétlenül és vég nélkül a szeretet az egyetlen megoldás. És hogyha az az életembe kerül, az ige azt mondja, hogy akkor is. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét hagyja az ő barátaiért. Ezt Jézus mondta, és az ő kereszt halálával megpecsételte. Ha valami, akkor éppen a megterített úrasztala mutatja, hogy a szeretetbe bele lehet halni. A belepusztulás egyáltalán nem idegen az isteni szeretettől. Itt azonban látnunk kell azt, hogy Jézus kereszt halála mégis egyetlenszerű áldozat volt. És az, hogy Jézus ezt elmondta, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja a barátaiért, ehhez az ő isteni szíve kellett. Ő ígér, hogy minket is képesekké tesz erre, ha vállaljuk. Én mégis meg tudom érteni azt, hogy önvédelemből, hogy bele ne pusztuljon valaki ténylegesen a szeretetbe, elmenek. De akkor legyen bátorsága beismerni, hogy ez megfutamodás volt. Ez menekülés volt, és nem győzelem. Senkitől nem szabad többet megkövetelni, mint amire a hite képesít. De mindannyian könyöröghetünk azért, hogy növelje úgy a hitünket Jézus, hogy többet bírjunk, hogy mindent bírjunk, amit ő ránk tett. Mert nagyon sokszor egy-egy ilyen csúnyán elromlott kapcsolat csak próba. Kipróbálja, hogy mennyit lennénk készek feláldozni önmagunkról. Megpróbál, hogy készek lennénk-e feláldozni magunkat, úgy, ahogy ő tette értünk. Aztán sokszor a készségnél már könnyebbül a teher. Ő nem azt akarja, hogy belepusztuljunk. De előfordulhat, hogy valakinek úgy válik áldozattá az élete, hogy belepusztul a szeretetben. Isten igéje azt mondja, hogy ez a mi utunk, ugyanakkor megérti, ha nem bírjuk ezt az utat. De csak azért nem bírjuk, mert nem engedjük, hogy egészen érvényesüljön az ő ereje az életünkben. Az Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatot nékünk. Adatott-e néked ez az alapkérdés? Jézus Krisztus befogadta te igazán az életedbe, úgy, ahogy arról az ige szól. Akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Isten fiai pedig egyebek közt az is jellemző, hogy az ellenségeiket is tudják szeretni. Hogy tudnak önmaguk ellenére szeretni, a másik ellenére őt szeretni. Ha kell, áldozatok önmaguk feláldozása árán is szeretni. Ilyen távlatai vannak a szeretetnek, és ennyire valóságos, számon kérhető ígéret ez, hogy Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe, a Szentlélek által, aki adatott nékünk, amikor Krisztust befogadtuk. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Imádkozzunk.
Te látod, Urunk, hogy szeretnénk mi szeretni jobban, őszintébben, igazabban, de mindent elvétünk azzal, hogy a magunk rokon szemvét összetévesztjük a tőled kapható isteni szeretettel, amit te kész vagy beletölteni a szívünkbe. Az, ami tőlünk telik, vajmi kevés. Hamar elfogy, beszennyezi a számítás, összekeveredik az önzéssel. Magunk sem vesszük észre, hogy sokszor önmagunkat szeretjük, vagy akarjuk szeretni. Köszönjük neked ezt a nagy lehetőséget, hogy megüresíthetjük a szívünket egészen, és te teletöltöd az isteni szeretettel, azzal, amelyik nagyobb mindennél, mert az életedet is kész voltál odaadni a te barátaidért. És már akkor barátaidnak láttál minket, amikor még ellenségeid voltunk a bűnökben. Köszönjük ezt neked! Megvalljuk, hogy nehéz dolgok ezek. Tiltakozunk ellenük, vitatkozunk velük. Félünk ettől a vállalkozástól. Félünk belepusztulni a szeretetbe. Köszönjük, hogy a szeretetben meg lehet gazdagodni is. Köszönjük, hogy abban teljesedhet ki igazán az életünk. Segíts minket, hogy hadd legyen bátorságunk elkezdeni. És menet közben éltesd meg velünk mindazt, amit most nem értünk. Bízunk benned annyira, hogy igazat mondasz nekünk. Taníts meg így szeretni. Így közelebb lépni azokhoz, akiktől eltávolodtunk. Így kezdeményezni ott, ahol mi mást várunk. Így megbocsátani azoknak, akiknek tőlünk kellene bocsánatot kérni. Vidd végbe ezt a csodát, ezt a szabadítást az életünkben. És kérjük, hogy közben sokszorozd meg az erőnket, hogy a te erőddel tudjunk a te szereteteddel szeretni. Te látod, hogy mi is mennyire vágyunk arra, hogy szeressenek minket. Adjál szeretetet a körülöttünk élő szívébe. És ha mi oltottuk azt meg, akkor lefeledd azt le most itt a csendben, és bocsáss meg azt még. És kérünk téged, használj minket szeretetet csatornáinak. Hadd állhasson ebbe a világba a te isteni szereteted. Rajtunk keresztül, akik Isten fiainak, gyermekeinek valljuk magunkat. Az, hogy tényleg nevezessük önmagunkat. Az, hogy valóban azok legyünk. Akik kaptuk a te lelkedet is. És így a lélek gyümölcse, a szeretet megjelenik rajtunk. Áldj meg minket így, Atyánk, és ami szívünk szeretetlen, gonosz tartalmát, hadd öntsünk ki most itt. A te megtöltött testednek és kiontott vérednek a jegyeinél, Úr Jézus, és a te véred tisztítson meg.